3, 2, 1, sziasztok! Újra itt vagyunk! Sziasztok! A Bankmonitor élő rock'n'roll adása következik, ezúttal a pénzügyekről, véget ért a fesztivál szezon, ezért úgy gondoltuk, hogy visszajövünk valami kellemetlen, számszerűsítető pénzügyi témával, meglátjuk, hogy mennyire fog sikerülni. Előzetesen még van 2 percünk, 3 percünk, úgyhogy még megvárjuk, még mindenki megérkezik, 6-ra hirdettük meg, de előbb jutunk a függőmjögöl. Úgyhogy... Olyan pontosak vagyunk, mint mindig. Egyébként nekem el se kezdődött a fesztivál szezon, tehát hogy vége lett mielőtt elkezdődött volna. De nem az infláció vitte el. Nem. Az minden mást vitte el az életemben. Jó van, oké. Hát figyelj, addig is, amíg mindenki megérkezik, addig neked mi jut eszedbe a mai témáról? Tehát, hogy... Az inflációról? Az inflációról. Hát az a sztori, voltam 2 hete történetet ez az eset, hogy mentem bevásárolni, ott van hozzánk közel a sarkon egy kis ABC, és nem volt kiírva a kenyérnek az ára, de volt egy nagyon szimpatikus, ilyen kicsit barna kenyér, gondoltam, hogy ez biztos nem lesz olyan drága, és akkor elvittem magammal a kasszához, ilyen magamnak fizetős, tehát önkiszolgáló kassza van, és rátettem a mérlegre, kiderült, hogy csak 75 deka, szóval én 1 kilósat akartam venni, de ez kisebb volt egy kicsivel, és valami 800 forintba került, úgy emlékszem. Tehát kiszámoltam, hogy a kiló ára az ilyen 1053 forintra jött ki a sima kenyérnek. Ja, szerintem lazán belenyúltál a luxus kenyérbe. Hát... Szerintem egy kis önmérséklet, és akkor lehet, hogy megtalálod. Lehet, hogy urizálok, igen. Na jó, de oké, akkor végül is elmondtad a sztorit, hogy már ezt akartam megkérdezni, hogy mitől kaptál legutóbb sokkot, amikor az árcédulát láttad, de akkor te kenyértől. Hát én ettől kaptam sokkot. Tehát téged is sokkolt valamilyen ára, tehát valamilyen vásárlás során az adott terméknek. Sima ügy, hétköznapi utolsó poroszkálásomnál egy ilyen 4 kilós félzsíros túróba bukaltam bele, és ott egészen pontosan 705 forint volt az árcímke, és hirtelen nem értettem, hogy mi történik. Hát akkor ez így kezd leképezni. Igen. És ráadásul ugye ezt mindenki érzi, tehát egy csomó olyan dolog van, ami az infláció kapcsán majd szóba fog kerülni, hogy a befektetésekre hogyan hat, de az, hogy a kenyérára, meg a túróára, meg mindenek az ára iszonyatosan drágul, ezt mind a 10 millió ember érzékeli Magyarországon. De egyébként ma reggel, ahogy itt töprengtem, hogy mégis mi lehet itt a megoldás, rájöttem, hogy árstopp helyett legyen inflációstopp, nem? Mennyire egyszerűbb lenne, az egészet bestoppoljuk, és akkor itt vége a dalnak. Akkor ne, hát az... De jó, de akkor mondjuk nem lenne témánk, nem lennénk itt. Igen, egyrészt nem lenne, miről beszélni. Ne vessük el szerintem, csak beszéljük meg, hogy milyen szinten fixáljuk azt az inflációt, mert ha a mostani szinten fixáljuk, én azzal nem lennék kivégül. Ja, jó, de nem fixálnánk a hivatalos cél 3%-on. Tehát ugye, első számú bejelentés, 3% felé tartunk, valamikor el fogjuk érni, de egyébként voltunk alatta, ez nem poén. Igen. Volt alatta, sőt, volt negatív infláció nem olyan régen Magyarországon. Úgyhogy... Hát, hogy nem tudom, én még gimnáziumban jártam, de kinek mi van régen. Jó, oké, fél, akkor szerintem 6 óra 2 perc van. 6 óra 2 perc van. Azt mondanám, hogy de szerintem csapjunk bele egy kis bemutatkozással. Mellettem ül Süle Szigeti Búcsú. Mit meg akartam kérdezni, hogy a feleséged neve lehet a Szigeti? Nem. Vagy a Süle? Ja, te előre tetted a feleséged nevét. Nem, nincs még feleségem, nincs bár még feleség. Jó úton haladunk nagyon. Nem, ez hát hosszú lenne a sztori, a családban mind a kettő előfordult, és aztán ez lett a rendszerváltás környékén jött létre ez a formáció. Szuper, ezt is megtudtuk, tehát akkor mellettem Búcsú, a Bankmonitor feltülekvő titán elemzője, akitől nagyon sok érdekes dolgot tudtok olvasni a weboldalunkon, egyébként videóban is megjelenik, és így tovább. Én magam Sándorfi Balázs vagyok. Bemutatlak én, hogyha derogál az önfényezés. Szóval, hogy Balázs alapította a Bankmonitort körülbelül 10 évvel ezelőtt, és azóta nagy sajnálatomra ő már a cikkírásban nem annyira veszi ki a részét. Nagyon ritka az, ha egy téma annyira érdekli őt, hogy megírja nyilvánosan, de ezekben a videóban igyekeztünk elhozni nektek azért időről időre, mert nagyon nagy tudással bír. Na akkor itt meg is szakítanám a bemutatást, és akkor szerintem vágjunk bele a lecsóba. Fogunk beszélni arról, hogy... Várjatok, majdnem kifelejtettem, a sztár vendégünk Malacka.
mert mégiscsak pénzről van szó, legyenünk velünk a kínai aranymalac, hiszen afelé tartunk, hogy mindenkinek több pénze legyen, tehát üdvözöljétek szeretettel Malackát, és akkor tényleg elkezdjük komolyan. Beszélni fogunk arról, hogy mit jelent az infláció, hogyan hat a pénzünkre, mit tehetünk ellene, hova tegyük esetleg a pénzünket, egyáltalán hogyan gondolkozunk megtakarításról, mit tud tenni velünk a forint-euró árfolyam ingadozása, és nem is tudom, hogy kihagytam-e valamit, és rengeteg egyéb kérdésre is válaszolni fogunk. Ne felejtsétek el, hogy a videó alatt kérdezni tudtok, és ki fogjuk kapdosni a legizgalmasabb kérdéseket, és erre is válaszolni fogunk. És akkor szerintem csapjunk bele a lecsóba. Ez egyébként a legfontosabb, ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy nyilván mi készültünk egy saját prezentációval, ez el fogja vinni szerintünk az első részét ennek a videónak, de hogyha közben ti bedobtok olyan témákat, ami titeket érdekel, hogy szerintetek most mi a legégetőbb téma a befektetések vagy megtakarítások témájában, akkor simán átállunk arra, látjuk a kommenteket, olvassuk őket, és akkor ezeket is megválaszoljuk, hogyha kellően türelmesek vagytok, hogy kivárjátok. Oké, akkor hajrá előre, viszont aki még kevésbé találkozott a bankmonitorral, azt itt dióéba agy mondjam el, hogy alapvetően megpróbálunk általában is okosak lenni, de leginkább konkrétan. Tehát rengeteg embernek segítünk minden nap abban, hogy megtalálja a saját pénzügyi kérdésére megfelelő választ, és ne csak a választ kapjon, hanem el is jusson odáig, ami számára a megoldást jelenti. Itt a központi irodánkban 70-en dolgozunk, országszerte pedig olyan 250 kollega várja a pénzügyi kérdésekben topzódó ügyfeleinket, és akkor hajrá, hadd szóljon, lekicsinyítjük magunkat, annyira nem nézünk ki jól, hogy minket nézzetek, úgyhogy, és akkor meg össze is ugratunk, hajrá, belecsapunk. És akkor, hát kezdjünk egy ilyen, ez csak egy ilyen minimális illusztráció, az a helyzet, hogy körülbelül így érezhetjük magunkat, hogy valami jön, valami nagyon jön, forog is, és hát ilyen eléggé tornádó feeling. De hogyan fogunk ebből kijönni? De nem borzoljuk a kedélyeket. Óhó, ez a kedvenc ábrám. Ezt azért találtam, mert igazság szerint itt most van egy kis küzdelem, hogy van az infláció, és van a pénzünk. Ki fog győzni, ki van felül? Egyébként valamikor a macska nyer. Tehát, hogy ez így meg tud fordulni, egyáltalán nem biztos, hogy a kutya jön ki belőle. Győztesen is nyilván ez így váltakozni tud, azért van a nyilacska, hogy át is ugorhat. Hát azért most a kutya elnyerésre, tehát az kutya elnyerésre? Szerintem... egyelőre. Hát nem is lennénk itt, ha nem így lenne. Igen, igen. És meg... eredmény még ne hirdessünk. Jó, azért mi beállunk a macska mögé. Drukkolunk a cicának. Jó, akkor hajrá. És akkor, na, hát mivel ez egy téma, ezért így bele is vágunk. Igen. Itt az első dián azt láthatjátok, hogy a Nemzeti Bank a legfrissebb inflációról szóló kis szösszenetében hogyan ábrázolta az inflációnak az alakulását. Ugye a fogyasztói árindex, ez a nem is tudom, ez a hivatalos elnevezése annak, amit inflációnak nevezünk a közbeszédben, szóval itt a sötétkék vonalat kellene nézni. És hát amit mindenki szerintem nagyon egyértelműen lát, meg érzékel is a pénztárcáján, ahogy ezt már megbeszéltük a felvezetőben, hát ilyen 14% környékén van már majdnem a hivatalos infláció, ezt ugye mindenki a saját szubjektív érzékelése szerint. De mi a 14%? Most mondtad, hogy a kenyér az brutálisat szalad. Igen, de akkor mi az infláció? Hát most igen. A kenyér vagy a túró? Amit én, vagy mind a szerintem kettő, mind a kettő az élelmiszerek csoportjába tartozik, vagy nem tudom, te a túróval mit csináltál, én a kenyéret azt élelmiszernek használtam. Az élelmiszer infláció ennél jóval magasabb, ilyen 28% Igen, de az inflációs kosárban nem csak az élelmiszerek szerepelnek, hanem nagyon sok mindent figyel még a KSH, amikor kiszámolja az inflációt, például az üzemanyagárak is benne vannak, ruházati költségek, meg mindenféle, és akkor ezeknek valamilyen súlyozott átlaga adja ki ezt a 14%-ot. De nagyon gyakran előkerül, hogy hát hogy lehetne 14% az infláció, sokkal-sokkal többet érzékelünk. És ez abból fakadhat, hogy egyszerűen másmilyen összetételű kiadási vagy fogyasztási kosárral rendelkezik az átlagember, az átlagfogyasztó, mint amit a KSH vizsgál. Magyarul többet veszünk abból, aminek jobban drágult az ára, és ezért azt gondoljuk, hogy nem 14% az infláció, hanem 25% az infláció. Úgyhogy ez körülbelül ebből adódhat, de egy picit talán csapjunk bele, rengeteg dolog van. Uh-huh. Tehát, hogy így
Hát igen, ugye a rezsiemelés mindenki tapasztalta, meg szerintem már számolgatja a legtöbb háztartás, hogy hogyan fog változni a rezsiszámláknak az összege. Ez pluszban megdobhatja az inflációt, tehát most is nagyon magasan van, de az MNB belengedte, hogy szerintük akár ez még 3% ponttal feljebb is tolódhat. Meglátjuk, hogy a szeptemberi jelentésükben mi lesz írva. Nekem egyébként erről az ábráról, ahogy nézegettem, én szoktam néha síelni, és úgy nekem az ábra vége az sokkal meredekebb, mint egy fekete pálya. Én nem szívesen csúsznék le, remélem, hogy visszatérünk majd valami kényelmesebb alakzatra. Oké. És akkor egy picit tovább is vászorogtunk, és akkor nézzük meg, hogy egyáltalán most hol középen az infláció, tehát azt látjuk, hogy 13,7% az infláció, és akkor emellett fölül vannak a megtakarítások, alul a hitelek, hogy mi az, ami a legjobb termékekben elérhető megtakarítási oldalon és hitelben. Ugye azt látjuk egészen vicces módon, hogy egy apró kivételtől eltekintve mind a legjobb hitelek, mind a legjobb megtakarítások az infláció alatt vannak. Ugye az, hogy a hitel kamat az infláció alatt van, attól nem leszünk szomorúak, nem? Nem, ha csak nem te vagy a bank. Tehát az adósok ettől nem lesznek szomorúak. De az adósok nem lesznek szomorúak, és egyébként ha csak nem én vagyok a bank, de oszlassunk el egy félreértést. Tehát, hogyha az infláció alatt van a hitel kamata, miért éri meg a banknak? Ezt így csomószor megkérdezték, de ugye a bank az nem egy jótékonysági intézmény, tehát ez nem arról szól, hogy akkor a bank veszít azon a hitelen, nem, a banknak is van költsége, ugyanúgy, tehát a kenyérnél a liszt a költség, a banknak is van egy olyan költség, amit az adott hitelen ugye beszedi a kamatot, az a bevétele, de neki is van az adott pénznek van egy költség oldala, és neki az még alacsonyabb. Tehát nem azért kapjuk, mert a bankok jó fejek velünk, hanem azért, mert ez így áll össze. Na, csak egy ilyen kis rövid áttekintés, tehát szerintem hasítunk is tovább. És akkor hogyan hat a pénzünkre az infláció? Itt láthatjátok, hogy nézzünk egy egyszerű példát, nézzünk végig. Van ma 200 ezer forint havi kiadása egy családnak, mondjuk. Az infláció 13%, akkor ez azt jelenti, hogy egy év múlva 226 ezer forintot fogunk fizetni, ugyanazért a kenyérért, utazásért, túróért, bicikliért, mindenért. Mindenért. Tehát egy év alatt az infláció megdrágítja a kiadásainkat, ugyanannyi pénzből kevesebbet fogunk tudni vásárolni. Ez az infláció. Hát igen. Ugye? És csak közben az jut eszembe, hogy András kérdezi tőlünk kommentben, hogy de hát akkor mit lehet csinálni ennek a kivédésére? Neki az jutott eszébe, hogy átváltsam esetleg az összes pénzemet euróra? Erre ki fogunk majd térni egy kicsivel később, de először talán nézzük meg, hogy bankbetéttel nem lehet-e kivédeni az inflációt. Így van, tehát azért is küzdeni kell, hogy találjunk egy 5%-os bankbetétet, mert az átlagos bankbetét kamatok lejjebb vannak, de ugye azt látjuk, hogy ha a megtakarítási kamat alatta van, akkor ugye 210 ezer forintra nő meg. Ez azt jelenti, hogy a pénzünk értéke lassabban nő, mint ahogy a kiadásaink drágulnak. Mint ahogy ugyanazt a terméket megvegyük, az gyorsabban emelkedik. Tehát ez annyira nem jó, tehát kevesebbet fogunk tudni benni belőle. Ugye hiteloldalon jobb a helyzet, mert ott ugye az infláció alatt azt jelenti, hogy kevesebbet fogunk visszafizetni, mint amennyivel a pénzünk romlott. Tehát 214 ezeret fogunk visszafizetni, ezért miközben 226 ezer forintig drágultak az áruk. Tehát, hogyha ma megvettem, akkor jobban jártam, mert a kifizetett kamattal együtt is 214 ezerért kaptam meg, míg hogyha egy év múlva vettem volna meg, akkor 226 ezer. Tehát látjuk akkor az inflációt, az elérhető megtakarítást és az elérhető hitelkamat szintet, és milyen összefüggés van ebben? Hát és az sem mindegy, hogy az a legalsó esetben ugye egy évvel előbb hozzájutsz, tehát hogyha mit tudom én, 226 ezer forintra felmegy valaminek az ára, és csak egy év múlva veszed meg, akkor ez is rontja az életszínvonaladat, hogy egy évig anélkül kellett élned. Tiszta sor. Hogyha hitelből veszed, akkor azonnal a tiéd. Tiszta sor. Viszont, eszembe jutott valami, hogy az infláció számításánál több mint 1000 termék és szolgáltatás árváltozását veszi figyelembe a
statisztikai hivatal, képzeljétek, áprilisban volt egy, azaz egy tétel, aminek csökkent az ára. Uh-huh. 0,2%-kal egy év alatt. Azzal csökkent? Na most szerinted mi lehetett az? Hát mondanám, hogy a bankmonitor szolgáltatása, de ez sajnos ingyenes. Ingyenes, így van, nem tudott már olcsóbb lenni. Akkor mi lehetett? Na, lelövöm a poént, szánkó. A szánkó ára csökkent 0,2%-kal április, lehet, hogy az egyébként nincs is hó Magyarországon, de áprilisban meg egyébként sincs hó, úgyhogy, de a jó hír, hogy csökkent a szánkó ára áprilisban. Bocsánat, ez csak egy kis színes volt, és már itt se vagyunk, repülünk tovább. És egy picit elkezd sűrűsödni a mondani való, de majd ezt vissza tudjátok nézni, vagy minden más. Lényeg az, hogy egy kicsit beljebb csapunk. Azt fogjuk bemutatni, hogy az egyes megtakarításoknak milyen kockázata van, milyen hozamot lehet általában érni, és ehhez milyen potenciális veszteség kapcsolódik. Tehát ez egy alapvető logikai összefüggést próbálunk meg átadni. És akkor nézzük meg, kezdjük is rögtön. Itt remélem, hogy majd szó lesz a mindenféle kriptodevizákról, mert... Hagyjuk a barokkos túlzásokat, de lehet, hogy odáig is el fogunk szaladni. Tehát nézzétek, kezdjük azzal, hogy állampapír, ugye, az nagyon fontos, hogy egyenlőre átlagokról beszélünk. Átlagokról, nem a mai helyzetről, nem a mai magyar helyzetről beszélünk, hanem alapvetően mit lehet várni történelmi kitekintésben egy adott megtakarítási formától. És akkor itt, hogyha azzal kezdjük, hogy állampapír, akkor azt látjuk, hogy ennek nincs kockázata definíciószerűen, akkor, hogyha rövid távról beszélünk, nem több, mint egy évről, és az állampapír a saját devizájában bocsátotta ki az állam. Uh-huh. És mit várhatunk tőle? Az infláció ábrázolásáról végig 3%-ot fogunk használni, mert hogy ennyi tudna lenni történelmileg egy kiegyensúlyozott infláció szint, és ehhez képest nézzük meg. Uh-huh. Tehát infláció fölött 0,25%-ot kellene hozni egy állampapír befektetésnél, és alapvetően az átlagos veszteség szint potenciálisan ezen nulla. Mielőtt tovább mennénk, itt az jut eszembe erről a kockázatról, hogy az nem egy kockázat, hogy esetleg nem fizeti vissza az állam a felvett hiteleket. Tehát a lakosságtól beszedi a pénzt, és aztán Bokros Lajosnak igaza lesz, ahogy mondta a tévében, hogy itt rövidesen államcsőd is elképzelhető, és akkor viszont mi fog történni ezeknek az embereknek a megtakarításaival? Ettől nem kell félni a mostani helyzetben? Hát az első és leghíresebb csomagatja ugye legutóbb arra utalt, hogy mint államcsőd is kialakulhat típusú megjegyzése volt egy interjúban, de most értékeljük azért, hogy miről van szó. Tehát az államcsőd az saját devizában kibocsátott állampapíron nagyon-nagyon nehezen elképzelhető, hiszen forintból annyit állít elő az ország, amennyit akar. Ennek a valódi kockázata az, hogy az infláció elszalad, és nem, hogy infláció fölött 0,25-öt keresnénk, hanem alatta fogunk masszívan. Ez a valódi kockázata, hogy ez nem így következik be. De egyelőre menjünk még tovább, és vissza fogunk térni az államcsődre egy adott ponton, de nézzük tovább ezt a logikát. Ugye bankbetétnél egyébként kisebb, tehát gyakorlatilag az inflációval megegyező hozam célozható meg. Még egyszer mondom, hogy történelmi átlagokról beszélünk, aminek alapvetően érvényesülnie kellene, ezért van kint, hogy alapvető logika. Oké, tovább megyek, államkötvény, hogyha 3-5 évre vásárolunk államkötvényt, akkor ez ilyen 0,5-1%-kal kellene, hogy többet hozzon, mint az infláció. Itt már megjelenik egy potenciális veszteség pont, tehát ezen akár veszíthetünk is. Hogyan tudok veszíteni egy államkötvényt? Úgy, hogyha ma megveszem az államkötvényt, mondjuk egy 7%-os kamatozással 5 évre, de holnap megemelkednek a kamatszintek, és már 8%-ot kért kot is kaphatok azért évente. Már is nem olyan jó a te kötvényed. Miért lenne jó az én kötvényem, hiszen már 8-at lehet érte kapni, hát az veszíteni fog az értékéből, mert az csak 7-et fizet, innentől kezdve az kevesebbet ér. Tehát így tud egyébként az államkötvény is veszteséget generálni, ami az adott, a veszteség az azt jelenti, egyébként ha megtartjuk lejáratig, akkor nyilván nem fogjuk realizálni ezt a veszteséget, meg ki fogja fizetni nekünk a 7%-ot, de az adott időszakban kereshetünk volna 8%-ot is, ergo van benne egy potenciális veszteségszint.
Na, nem szeretném tovább ragozni a dolgot. Mm. Itt van vállalati kötvényekre ugyanez, itt egy picit magasabb az elérhető infláció feletti hozampotenciál, viszont ennek megfelelően a kockázat is magasabb. Ez mindig együtt jár, ez a kettő? Tehát ahogy azt látom, hogy ahogy megy föl a potenciális hozam, úgy a potenciális veszteség is növekszik. Ez törvényszerű? Hát ez nem törvényszerű, hanem logikus. Mert akkor nem következik be, hogyha egy nagyon-nagyon rossz terméket választunk magunknak, aminek sokkal nagyobb a kockázati oldala, mint a potenciális hozam oldala. Azért ilyet is össze lehet hozni, de most nem az extrém pénzügyi zsonglőrködések kivételeiről beszélünk, hanem az átlagos elérhető alaplogikákról. És akkor ingatlan, figyeljetek, azt kell mondanunk, hogy alapvetően ez azért hosszú távon az infláció felett mérsékelten 1,5%-os hozam töblete lehet infláció fölött. Most ugye az elmúlt 7 év alapján mindenki azt gondolja Magyarországon, hogy az ingatlan maga nem hogy az aranytojás tojótyúk, hanem maga az aranytojás. Az az aranytojás, amiből az aranytojás tojótyúkok kikelnek. Uh-huh. Tehát most mindenki azt gondolja, hogy nincsen az ingatlannak kockázata, nincs olyan, aminek nincs kockázata, és többet hoz, mint a kockázatmentes befektetés, tehát ezért alapvető logika. Tehát ez van ide kitéve, és ezt ne higgyük el, hogy az ingatlannak is van kockázata, de ez most nem egy ingatlan befektetési talk show, ezért itt további száguldalánk. De tud akkor lefele is menni azért az ingatlanok árfolyama, hát igaz? Még hogyha nem is a közelmúltból tudnánk felidézni ilyen emlékeket. Hát hadd húzzak, a 2008-as válság után az amerikai ingatlan piac 6 év alatt tért vissza a 2008 előtti árszinthez. Uh-huh. Tehát volt benne egy ilyen kis hipli-hupli. Úgyhogy megyünk is tovább, és akkor itt van részvény. A részvény ugye itt azt azért hosszabb távra éri meg befektetni, itt azért már nagy a kockázat, és alatta a veszteség is érdemben megnő. Na most, ha értelmezzük ezt a grafikont, tehát az infláció felett hozunk 4,5%-ot, ez mondjuk az amerikai részvénypiacnak az 50-es évek óta eltelt hosszú távú átlaga, de ott van a túloldalon, hogy ezen veszíthetünk 10-15%-ot is. Akkor ez hol áll arányba, hogy én kereshetek egyik oldalon 7 felett, potenciális veszteség 10-15, akkor ez idiotizmus, hiszen többet veszíthetek, mint amit nyerek. Igen, de azért a potenciális hozam az egy hosszú távon kiszámított hozam, ha jól gondolom, igen? Itt arra gondolsz. És a 10-15%-os mínusz az pedig ideiglenesen fordulhat elő, ennél talán még cifrábbak is. De azért, hogyha valaki megvesz egy részvénycsomagot, és aztán türelmesen megtartja mondjuk időskorára a megtakarítását, valamilyen részvényportfólióba teszi, akkor inkább kalkulálhat ezzel a pozitív várható hozammal. Jól gondolom? Ez nagyon jól fogalmaztál, tehát én inkább, vagy egy picit még inkább átfogalmazva, én azt mondom, hogy ugye ebben a 4-4,5% infláció felett várható átlagos hozamban ez a veszteség is benne van. Uh-huh. Jó? Tehát ezt úgy érdemes érteni, hogy időlegesen kialakulhat, igen, van, amikor a számla egyenlegünk ennyivel kevesebbet fog mutatni, de ezzel együtt értendő a fölötte elérhető potenciális hozam. És akkor azt gondolom, hogy tovább mehetünk? Mehetünk, bár itt még van egy kis hely. De berejtetted ide a kriptót, sikerült ide bedörzsölnöd. Szerintem ezt engedjük el, mert a kriptó a mai napon inkább egy hitvallás és egy technológiai kérdés. Tehát ma önálló értékteremtő funkciója nincsen, igaz, hogy a modern pénznek sincsen értékteremtő funkciója, de máshogy, máshogy működik. Gigantikus veszteségek és gigantikus nyereségek jellemzik a kriptópiacot. Klasszikus befektetésként nem értelmezhető, több tíz éves átlaghozamokról és kockázatokról nem beszélhetünk, de ugye egy picit értelmezzük azért az utolsó csúcsához képest 72%-ot veszített a lejtmenetben a bitcoin, tehát 72%-ot el tudott veszíteni az értékéből. Ez nem azt jelenti, hogy nincs értelme, hanem azt jelenti, hogy óriási a kockázata, és az, hogy mekkora értelme van, az hosszú távon majd ki fog derülni, és ki fog kristályosodni. Ez nem egy megtakarítási logika per pillanat számunkra, úgyhogy én azért hadd engedjem el itt a kriptót. Okay. És neked nincs is akkor kripto befektetésed, vagy a gyerekeidnek a zseppénzt azt nem bitcoinban teszed félre? Hát figyelj, igazság szerint nem.
Nem. Nem, tehát a gyerekek még azt se tudják, hogy mi a bitcoin. Egyébként meg szerintem nagyon-nagyon kevés befektetés típus van, amivel én valaha nem rendelkeztem, tehát szinte mindent megkóstoltam, ami létezik a Földön, de a kriptót nem. Uh-huh. De mondom, nem szeretnék, mert ez ilyen filozófiai, vallási kérdés, meg egyéb dolog mai napon, és nem a kriptó. Most a fő témánk, úgyhogy hagyja vezet tovább. És akkor ugye tudtok hallani befektetési alapról, nyugdíjmegtakarításokról, ETF-ekről, minden ilyesmiről. Azt kell tudni, hogy ezek, mármint a befektetési alaptól a nyugdíjcélú megtakarítás, itt mind ezekből gyurmázódik össze. Kötvényből, ingatlan, részvény befektetésünk, tehát az alaptermékekből csinálnak egy csomagot, és az lesz egy befektetés, és az alapján dől el, hogy ettől mit várhatok. Ha sok kötvényt tesznek bele, akkor kisebb a kockázata, ha sok részvényt tesznek bele, akkor pedig nagyobb a kockázata, és nagyobb a várható hozama. Tehát azt kell látnotok, hogy ez a pénzügyi megtakarítások alapvető logikai sémája, amiből minket most egy icipicit kibillentett az infláció, mert az így kiszakít. Igen, ez a 3% elé még egyest odaírhatnánk, és akkor... Igen, és a piros terület a többlethozam meg nem nagyon látszik, de azért erre is választ fogunk adni. Uh-huh. Úgyhogy szaladjunk tovább. Még mindig egy sematikus, ebben nem fogunk belemenni, aki úgy gondolja majd visszatekeri a felvételt VHS-en, hogyha lesz olyan ügyes, hogy kimásolja rá, de engedjük el a poénokat, itt azt látjátok, hogy hogy milyen jellemző költségek vannak egy-egy megtakarítási formánál. Hozzáteszem, hogy magasabb költségű megtakarítás is lehet logikus, ha ahhoz realizálható magasabb hozam tartozik. Önmagában költség alapon nem lehet dönteni, de a döntésnek egy nagyon fontos elsődleges szempontja. És akkor itt egyébként, csak annyi kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy ha valaki nagyon kevés pénzzel kezdi a megtakarítást, mondjuk 100 000-es nagyságrendben van félretett pénze, vagy 1-2 millió forintos megtakarítása van, ő is ilyen kedvező költségekkel, tehát ilyen 0-1-2%-os költségekkel tudja megvalósítani ezeket? Hát én azt gondolom, hogy ha nem nagyon rontja el, és ki megtalálja a megfelelő helyet és a megfelelő költségtartalmú szolgáltatókat, akkor ezt így el lehet érni. Oda kell rá figyelni, és nyilván ennél lehet extrémebb és lényegesen magasabb. Tehát a költség, még egyszer mondom, ugyanúgy, mint a hozam és a kockázat, a költség is egy olyan tényező, amit oda kell figyelni, ha befektetünk, megtakarítunk. És akkor szerintem még egy dolog, hogy azért fontos, hogy van, amihez szükséges befektetési szaktudás, ha mi magunk választunk, és mi magunk menedzseljük ezt a történetet. Láthatjátok a kamatadómentességet, és akkor még egy dimenzió, hogy van személyi jövedelemadó visszatérítés, amivel tudjuk növelni az extra hozamot, tehát hogyha nyugdíj célra teszünk félre, akkor vissza tudunk kapni 100-tól 280 ezer forintig a saját SZI-ánkból, és az még növeli addicionálisan a hozamot. Már csak ezért is érdemes félretenni nyugdíjra. De egyébként 1000 érv szól még emellett, úgyhogy mindenkit legyen szíves félretenni nyugdíjra. Még egy kis állami támogatás is elérhető. Jó. Na, hát akkor szúrjunk be, és akkor csapjunk bele állampapír, az infláció, akkor mindenféle állampapírunk van. A magyar lakosság sztár befektetése az állampapír, mégis azért ide tettem egy kérdőjelet, majd megnézzük, hogy minden tisztán. Kezdjük azzal, hogy itt ami fontos, hogyha összehasonlítom a bankbetéttel, hogyha van egy 1 millió forintnyi állampapír megtakarításon befektetésem, és nekem valami miatt kell 120 ezer forint, akkor én abból el tudok adni 120 ezernyi egységet. És nem úgy, mint a bankbetét, mert a bankbetéthez, hogyha hozzányúlok, akkor megbontom a bankbetétet, elveszítem az összes kamatot. Állampapír esetében nem veszít, egyrészt csak egy részéhez nyúlok hozzá, részét veszem ki, nem dől meg az egész, nem veszítem el a kamatot, azon a részen, azon a kis részen, amit kiveszek, azon lesz egy kisebb kamatveszteség. Ez mennyi is most? Hát attól függően, hogy milyen állampapírja van az embernek. Például a Magyar Állampapír Plusz
ott ugye 4%-os büntetéssel is kivehető, de hogyha éppen kamatforduló közeledik, tehát mondjuk egy éves egész érték a megtakarítás kezdetétől, akkor ott költségmentesen 0%-os büntetéssel is vissza lehet váltani. A prémium magyar állampapír, ott egy kicsit borsosabb már a dolog, illetve nem jól mondom, felemelték 0,5%-ra, csak nem frissült a szoftverem, de hogy 0,5% a MÁ plusz visszaváltása, és a prémium az egy picit drágább ennél, ott ilyen 1% jelenleg a veszteség, amit ilyenkor be kell vállalni. Fordítsuk le, egyébként most olyan 6,6%-nál tart az éves kamat, abból veszítünk el 1%-ot, azaz a megkeresett kamatnak egy töredékét veszítjük el, akkor is, ha kiszállunk idő előtt, ezt csak így zárójelben jegyzem meg, és akkor szaladjunk is tovább. No, és akkor prémium állampapír hogyan működik? Most ez az infláció követő verzióról beszélünk, tehát az éves átlagos infláció plusz 1,5%-ot fizet. Ez azért sokkal jobban hangzik, mint a magyar állampapír plusz, ugye benne van a magyar megtakarítóknak, ez még 2019-20 környékén került bele talán a legtöbb a magyar állampapír pluszba, és aztán most meg valamiért már egyre kevesebbet hallom azt a kifejezést, hogy szuper állampapír. Igen. De egyébként még mindig 5000 milliárd forint van magyar állampapír pluszban, hozzáteszük, hogy ez ma egy irreális befektetés, abból is ki kellene szállni és választani egy másik állampapírt. Ebből is látszik, hogy a pénzzel foglalkozik el, hogyha nem akarjuk, hogy vakvágányon álljon. De szerintem, ami itt fontosabb, azt írjuk, hogy infláció plusz 1,5% egyenlő 6,6%. Korábban meg azt írtuk, hogy 13,7% az infláció. Itt picit el van ásva valahol egy kutya, ez valami nem stimmel. Ugye itt hogyan működik, és ez egy nagyon fontos dolog mindenkinek, nagyon fontos lenne megjegyezni, az, hogy ez úgy működik, hogy a korábbi éves átlagos infláció plusz 1,5% és az 5,1%-os átlaginfláció az 2021-ben volt. Tehát 2023 áprilisban a 2021-es éves átlagos infláció fölötti hozamot fogom megkapni, és azt, amiről ma beszélünk, hogy 13-14%-os inflációnál tartunk, az erre rakódó többletkamattal majd 2024 áprilisában találkozunk. Tehát ezt figyelembe kell venni, mert ez annyira azért nem egy olyan finom süti, hogyha közelebbről nézzük, illetve ennek a sütinek más íze van, az, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, arra majd egy picit kitérünk, nézzük meg előbb az eurós változatát, mert ez euróban is lehet venni, ha minden igaz. Igen, prémium. És én azt nézem, hogy Balázs, igazából itt ugye 4% csak a többlet kamat az infláció fölött, igaz, hogy az eurózóna inflációja fölött. Tehát, hogy mind a kettő alacsonyabb, mint a forintnál. Ugye az eurózóna inflációja is alacsonyabb, mint a forintos infláció, és a 4%-os többlet kamat is kevesebb, mint ez a 1,5% pontos kamat. Szóval, hogy 7,25 versus 16 van értelme annak, hogy bárki prémium euró magyar állampapírt vásároljon? Tehát, hogy mi el tudjuk dönteni, melyik a nagyobb szám? Én egyértelműen a 16-ot venném. 16-3 az nagyon... Igen. Nekem ez sokkal jobban tetszik, mint a 7. Hát a másik dolog, csak hogyha időközben egy ilyen 18%-ot pottyan a forint az euróval szemben, akkor az ugye egy sokkal többet hozott, mert sokkal többet hozott az eurós. De az, hogy jó, majd euróról beszélünk. De jó. Hát ez a dimenziót majd vegyük figyelembe. És akkor itt igen, látjátok, hogy itt ezt azért figyelembe kell venni, a kamatfizetés csúszik, tehát eltér az 21-es átlagos inflációra vetített kamatot, majd 23-ba kapjuk meg, két éves csúszás van egy metalvillát sikerült mutatnom, így, pedig így akartam a kettest mutatni, de lefordítva, na ez nem egy olyan, és akkor... Tehát, hogy nem, nincs akkor kolbászból a kerítés, bizonyos értelme hátránya is van az állampapír, az állampapíroknak, ezt akarod mondani ezzel. Így van. De hogyha még inkább a kolbászmentesítsem azt a kerítést, itt van előttem egy papírka, és megnézem, a mai napon, ha veszek egy szimplán egyéves állampapírt, akkor annak 9,98% a kamata. Egy év alatt 9,98%.
Az, hogy ezt meg tudom ennyiért venni, vagy ahogy hogy bemegyek a bankba, a brókercikhez, és ebből 9-6-on kapom meg, most ezen lehet vitatkozni, hogy amikor én hozzájutok végén, az 9-6 vagy 9-98, ez zárójeles kérdés. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a következő közel egy évben 6,6-ot fizet az infláció követő állampapír, míg a sima egyéves állampapír, az kerekítsük 10%-ot. Na most itt is viszonylag gyorsan el tudjuk dönteni, hogy melyik a nagyobb szám, nekem a 10 tűnik nagyobbnak. Sokkal. Ergo itt a legnagyobb kérdés számomra, hogy mikor vásároljuk meg az infláció követő állampapírt? Most? Vagy egy év múlva? Mert most, a következő egy évben, mert többet tudunk keresni egy sima egyéves állampapírral, és amikor majd az inflációs matek átér oda, akkor pedig át lehet váltani majd infláció követő állampapírra. Jó, és de akkor... Szerintem túltárgyaltuk lassan az állampapírokat. Zsír, bocsánat, igen. Igen. Tényleg, ez még egy fontos dolog, tehát itt akkor én megint rákérdeznék erre, hogy nem lehet, hogy Bokros Lajosnak igaza van, és mindenkinek menekülnie kéne a magyar állampapíroktól, mert be fogják fagyasztani, és nem lehet visszaváltani, és valaki betette a pénzét, aztán hoppon marad. Hát nézd, igen, azért szerepel itt ez az ábra, mert hogyha megnézzük, ez egy igazi kuriózum. A világon másodikok vagyunk abban, hogy a lakosság milyen mértékben finanszírozza az államot. Bocsánat, az állam által felvállalt adósságból, hitelből mekkora rész jön a lakosságtól. És ez 25%. 25% Banglades van előttünk, 50% fölött. Banglades mögé nem kapargattuk meg, hogy ott mi történik. Tehát, hogy úgy mondjuk, hogy az általunk kicsit jobban ismert országok közül, Magyarországban a legnagyobb. És ez egy bizalmi kérdés. Tehát közel 10-12 év alatt építette fel ezt a bizalmi faktort az állam a lakosságban, hogy ilyen mértékben megnőtt az állampapír megtakarítás, és itt jön a válasz, én azt gondolom, hogy ezt a bizalmat nem szabad, nem lehet lerombolni azáltal, hogy befazasztjuk, nem váltjuk vissza, lehet, hogy át lesz paraméterezve, és nő a visszaváltásnak az ára, az említett 1%-os kamatcsökkentésnél nagyobb lesz, de azt gondolom, hogy ez is egy ízléses mértéket meghalad, akkor vége az állampapír iránti lakossági bizalomnak, és ez egy nagyon nagy törést jelentene, hiszen a negyedét finanszírozza a magyar lakosság. Talán ezt is egy kicsit túl beszéltem. Igen. Nem gond, átveszem akkor tőled egy kicsit a szót, pihentesd a hangszálaidat, mert még szükség lesz rá ma. Nagyon sokan írtak nekünk e-maileket, és ez nem ilyen influencer bullshit szöveg, hanem tényleg nagyon sokan írnak ezzel kapcsolatosan, és minden nap legalább 2-3 ilyen kérdést megválaszolunk, hogy valaki azt kérdezi, hogy most éppen neki van egy bizonyos összeállítású portfóliója, most éppen ide rajzoltam, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók azok jelenleg hogyan néznek ki makroszinten, tehát hogy az összes embert beleértve kb. Ebben tartjuk mondjuk a hosszú távú megtakarításainkat, és hogy ezzel a portfólióval mit lehet csinálni, hogyan lehetne védekezni az inflációval szemben, meg ezzel az egész bizonytalansággal szemben, ami itt Magyarországon van. És az egyik dolog, ami nagyon sokaknak szöget üt a fejébe, hogy hogyan lehet az, hogy vannak a biztonságosnak tekintett, és általunk is itt biztonságosnak mondott kötvényportfólió, és mégis azt tapasztalja, hogy neki abban van a pénze, és csökken az árfolyam. Ez hogyan lehetséges? És akkor itt, ami a legfontosabb, az elhangzott már egy kicsit korábban, hogy arról van itt szó, hogy emelkednek a kamatok az egész világban, nem csak Magyarországon, elég, hogyha a Nemzeti Banknak az alapkamatát figyelitek, időről időre szépen emelgetik, és ez azt jelenti, hogy az összes kamat, az összes elérhető kamat, akár hitel oldalon, akár megtakarítási oldalon, lehet, hogy egy kis csúszással, de ezt le fogja követni, vagy már le is követte részben. És sajnos, hogyha az állampapírok már magasabb kamatokat fizetnek, mint a korábban kibocsátott kötvények, akkor bizony a régebbi kötvényekből összeálló portfóliók is leértékelődnek. Már nem olyan szexi a magyar állampapír plusz, hogyha időközben a prémium magyar állampapír az sokkal magasabbat fizet. És éppen ezért, hogyha valakinek prémium magyar állampapírja van, annak sokkal, az sokkal boldogabb most, mint hogyha ő is az alacsony kamaton ketyegő állampapírokat tartaná. De ez nem jelenti azt, hogy a kötvény ne volna biztonságos befektetés, továbbra is a kötvény portfóliókat tekinthetjük biztonságosabbnak. Azt a más kérdés. Igen, csak a nyugdíj befektetéseknél, vagy nyugdíj megtakarításoknál jellemzően a kötvény is hosszabb távú futamidővel rendelkezik, és ahogy mutattuk, hogy az 5 éves kötvényen is lehet
veszteséget elszenvedni, amikor emelkedik a kamatszint, és amikor emelkedik a kamatszint, akkor a bizonyos kötvény befektetések veszítenek az értékükből. Uh-huh. Ez az, ami meg tud jelenni egy nyugdíj megtakarításnál is. Nem kell ettől megijedni, a világ ilyen, volt már ilyen, ettől nem veszíti értelmét a befektetés. Így van, szóval egyáltalán nem kell attól tartani, hogy valaki most ideiglenesen elszenved egy bizonyos veszteséget, független attól, hogy éppen miben van a pénze, ez sajnos jelenleg előfordulhat. Tehát a kötvényportfóliókkal, a részvény túlsúlyos portfóliókkal mindennel megesik, de ettől függetlenül nem kell kiugrani a befektetésből, nem kell otthagyni az önkéntes nyugdíjpénztárat. Nem az önkéntes nyugdíjpénztáraknak a hibája, hogyha ezek a portfóliók most egy kicsit gyengélkednek, szépen hátra kell dőlni, egy kicsit bezárni azt a böngésző ablakot, ahol ezt nézegette az ember, inni egy valamilyen finom italt, ami a kedvencetek, és akkor egy év múlva, két év múlva érdemes ránézni a befektetésre. Úgyis annyi ideje még remélhetőleg mindenkinek van nyugdíjig, aki most így a befektetésein izgul. Sokkal szebb számokat is fogtok még ennél látni, ez egészen biztos. És akkor, ha már itt a kockázatokról beszélünk, akkor beszéljünk egy kicsit a részvénybefektetések kockázatáról is. Ugye megbeszéltük az elején, hogy ott sokkal nagyobb kilengés is előfordulhat lefele, igaz, hogy fölfele is egy sokkal jobb hozam potenciállal bírnak. Amit itt láthatok, lehet, hogy elsőre ezt egy kicsit nehéz lesz értelmezni ezt az ábrát. Itt az amerikai részvénypiacnak a múltbeli teljesítményét prezentáljuk nektek. Az S&P 500 részvényindexről van szó egészen pontosan. Tehát ez az 500 legnagyobb amerikai tőzsdei céget tartalmazza magában, mondhatjuk, hogy körülbelül ez az, amit az amerikai részvénypiacnak lehet tekinteni. És direkt kiszámoltuk a kedvetekért, hogyha 10 éves visszatekintő hozamokat nézünk, tehát megnézzük, hogy most 2022 van, visszamegyünk egészen 2012-ig, hogyha akkor befektettük volna a pénzünket, és 10 évig tartottuk volna, akkor milyen hozamok jönnének ki, és ezt minden egyes hónapra megvizsgáltuk, tehát megvizsgáltuk idén augusztusra, júliusra, egészen 1913-ig visszamenőleg, tehát egy több mint 100 éves témát öleltünk itt fel, és hát itt a végeredmény, amit láthattok, hogy az eseteknek egészen elenyésző százaléka, ilyen 0,7 plusz 3,8, kb. Ilyen 4,5%-a az, ami negatív hozamot produkált ilyen hosszú időtáv alatt. Tehát akkor az elmúlt 100 évben egy 10 éves amerikai részvénybefektetéssel a veszteségnek a valószínűsége az 4,5%. Így van. És ennyiszer fordult elő, és akkor a maradék 95%-ban ez pozitív hozamot hozott. Akkor így van. És több pénzt tudtál kivenni a végén, mint amennyi beletettél. Igaz, hogy ebben az infláció még nincsen benne, tehát ami reál veszteség az... Igen, nincs levonva. A reál veszteség az egy picit valószínű benne, de az se olyan nagyon vészes. Na, és akkor nézzük meg, tehát itt van a legnagyobb érték, az a 19%-kal a 7, tehát ugye azt látjuk, hogy 7,5 és 10% közötti éves átlagos hozam volt elérhető az esetek legnagyobb részében. Igen, ez a legvalószínűbb. 5%-tól 15%-ig itt nagyon sok minden 15% előfordulhat. Között van a... Jó. Uh-huh. És egyébként, ha már itt tartunk, akkor meg is kérdezném tőled, Balázs, hogy szerinted mitől függ a részvények árfolyama? Tehát most például kitört sajnos pont fél évvel ezelőtt egyébként az orosz-ukrán háború, és azt láthattuk, hogy az összes részvény, a magyar részvények is pedig nem minket támadtak meg. Az amerikai részvények minden visszaesett, német indexek, tehát német részvények. Miért van az, hogy a részvényeknek így csökkenni tud az árfolyamuk? Még akkor is, hogyha a tényleges bizonytalanság az nem minket érint. Hát következően két dologtól függ a részvények árfolyama, borzasztóan egyszerűen válaszolva a gazdasági kilátásoktól, tehát hogyha éppen drágul az energia, kevesebbet fogyasztanak az emberek, kevesebbet tud a cég eladni, akkor ez így nem tesz jót a vállalatoknak, nem, és ezért kevesebb profit lesz, és ezért csökken a részvények árfolyama. Ez az egyik, tehát a gazdasági kilátások, a másik, meg az, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre részvényvásárlásra. Uh-huh. Tehát ami, hogyha az történik, hogy a jegybankok öntik bele a pénzt a gazdaságba, és mindenki úszkál a pénzbe, és nem tudják hova tenni, akkor az előbb-utóbb megjelenik a részvénypiacon, és kereslet lesz belőle, és veszünk részvényt. Tehát ez két különböző tényező, tehát a gazdasági kilátás, a másik pedig a részvények vásárlására is rendelkezésre álló pénz mennyiség, ami egy teljesen más kanyar, nem mennék bele. Uh-huh. Jó, rendben, köszöntöm ezt így.
korrektül megbeszéltük. Jött egy olyan kérdés, nyugdíj megtakarítások hozamai miért veszteségesek? Hát ezt mondta el az előbb a búcsú kolléga, vissza kell lapoznom. Tehát, igen. Hogy van, lehet, hogy Judit pont lemaradt erről a részről. De van benne kötvény, tehát a nyugdíjbefektetésekben is van kötvény, ráadásul az átlagosban nem kevés, és a kötvények, amikor emelkedik a kamat, akkor veszítenek. Nem mennénk bele a logikába még egyszer, ha emelkedik a kamat, a kötvények veszítenek, és ez az, ami miatt a nyugdíj megtakarítások hozama csökkenhet, vagy veszteséget mutathat időlegesen. De még egyszer mondjuk, hogy ettől még a hosszú távú logika nem változik, és az átlagosan elvárható hozam az ott marad, ahol volt. Bocsánat, búcs, csak itt vissza. Semmi gond. Reméljük, hogy Juditnak választottunk. Igen, reméljük. Tehát, hogy nézze vissza, ha valaki esetleg erről lemaradt, az elmúlt 5 percben igazából erről volt szó. És akkor Balázs, tekintve egyrészt azt a magasabb kockázatot, másrészt azt a magasabb hozampotenciált, lehetséges hozamot, amit a részvények kínálnak, te milyen időtávra tennéd részvénybe a pénzedet? Mondjuk a biztonsági tartalékodat, hogyha minden kötél szakad, azt részvényben tartanád? Vagy... Nem igazán. Tehát, éppen nem az ennyire nem vagy bátor. Ha nem az adrenalint keresjük, hanem a bungee jumping helyett akarunk éppen részvénybefektetést végrehajtani, akkor az alapvető logika az, hogy ezt azért legalább egy 5 éves távba gondolkozzunk, amikor részvényünk. Hadd szúrja közben valamit, jönni fog az euró, jönni fog a forintárfolyam, egy icipicit türelmet kérünk, mert érkezett ezzel kapcsolatban is kérdés, nyugodtan jöjjön még kérdés, de az euró-forint árfolyama külön blokkba foglalkozunk, egy kis minimális türelmet kérünk, hamarosan ott leszünk. Igen, egyébként ezen a dián is rajta van, ha jól emlékszem. Még egyet lejjebb kell mennünk. Igen, tehát hogy a forint gyengülés hatása az aztán egy külön sztori, amit a részvények kapcsán megnyithatnánk, de akkor először ezeket megbeszéljük, hogy mit tegyek, hogyha idén mondjuk OTP részvénybe fektettem, mert azt olvastam ki tudom a csillagokból, hogy OTP részvénybe kell fektetni 2022-ben, és aztán most csodálkozom, hogy mínusz sok százalékban van a portfólium. Sajnos szokásos ilyen kisbefektetői malőr, ez előfordulhat. Ilyenkor mi a teendő? Hát ugye én nem beszélnék konkrétan az OTP részvényről. Vagy bármilyen részvény, hát amit éppen valaki... Tehát igen, most azt lehetne mondani, hogyha hosszú távra vettük, akkor ne pánikoljunk, várjunk. Jó, tehát így alapvetően ezt az alapbölcsességet lehet ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Uh-huh. Jó, szuper. Szerintem részvényekről is beszéltünk sokat, de még nem eleget. Mi a helyzet akkor, hogyha válságban találnánk egyszer csak magunkat? Most kérdés, hogy ennek mi a definíciója, de hogyha azt érezzük, hogy most egy erősebb lejtmenet következik a piacon, akkor szerinted Balázs mi a teendő, hogy kezdjünk el ettől függetlenül megtakarítani, és összeszorítani a fogunkat, és elviselni az árfolyam csökkenés, vagy pedig inkább várjuk meg, amíg nyugodtabb lesz a kikötő, elül a vihar, és akkor utána majd kihajózunk. Jó, akkor csapjunk ebbe bele, tehát megvizsgáltuk számszerűen. A modern magyar történelemben, tekintsük ezt mondjuk 1900-ig, rendszerváltástól, de nehogy rossz terminológiát használjak, elnézést kérek, tehát a rendszerváltás utáni magyar pénzügyi történelemben, hogyha megnézzük, a legnagyobb részvénypiaci visszaesést 1998 hozta. Ezt akkor úgy hívtuk, hogy orosz válság. Én nem tudom, hogy 2022-t hogy fogjuk hívni, ez egy szomorú sajnos, de az hozta a legnagyobbat, 50% fölötti tőzsdei visszaesést okozott. Nézzük meg azt, hogy mi történt. Ugye két opció, kezdjük el a megtakarítást, mert tudunk megtakarítani, szeretnénk megtakarítani, vagy várjuk meg, hogy elül a vihar, és jó, megvárjuk, míg vége van a válságnak, kisüt a nap, minden eláll a szél, és akkor 2 év múlva kezdjük el a megtakarítást. Megnéztük azt, tehát egy folyamatos megtakarításba megtámadunk. Jött egy bojlepke. Vagy valami jó szeg. Majd kivágjuk. Ki tudunk vágni előadásba? Kivágtuk az... Oké, menjünk tovább. Tehát első opció megtakarítunk, második opció várunk 2 évet. És itt arról beszélünk, hogy amikor elkezdjük a megtakarítást, akkor folyamatosan megtakarítunk. Tehát nyugdíjcélra nem tudunk nekem nem sikerült egy összegbe félretenni 10 milliót. Nem tudom, neked ez így fiatalabb volt, ambiciózusabb vagy, lehet, hogy neked sikerült? Nem, én őszintén szóval én még el sem kezdtem a nyugdíjcél megtakarítást, de ez ellenleg kifogásom van. Oké, engedjük el a poént, tehát alapvetően nyugdíjcélra folyamatosan teszünk félre megtakarítást, akkor a eset az, amikor 98-ban a válság kezdetén
elkezdtünk félretenni, folyamatosan a béremelkedéssel és az inflációval növeljük, a B esetben, ami piros vonalat mutatja, hogyan alakul az értéke, ott kivártunk 2 évet. Itt ugye, bocsánat, mert ők nem látják, mert kitakarja az arcunk. Tehát az orosz válságot kell most figyelni, az ami érdekes, ott a legelején. Igen, a legelején a grafikonnak. És akkor megmutatom azt, hogy a két, aki kivárt, az ugyanakkora, ez egyébként itt egy 98-ban még 7300 forintos havi megtakarítással számoltunk, amit szépen inflációval és egyéb tényezővel növeltünk, és ez azt hiszem a számítási példában... Most arra ilyen 40 000 forint körül jár. Láthatjátok, hogy 5,1 millió forint különbséget eredményezett az, hogy 2 évvel később, azaz a válság elmúlt, tehát kivárva, kezdtük el a folyamatos megtakarításunkat. A befizetésben 1,3 millió forint különbség van, a lejárati értékben 5,1 millió forint. Tehát ha folyamatos, rendszeres megtakarításban gondolkozunk, nem érdemes megvárni a válságot. Egyébként az ábrának az a következő tanulsága, hogy ha már sok, nem az fontos, hogy most válság van, elkezdjen vagy ne, a nagyobb hatás akkor fog bekövetkezni a pénzügyeinkre, amikor már van egy megtakarítási értékünk, és úgy kap el minket a válság. És itt is láthatjuk, hogy bizony 2008-ban ez beszakadt, nagyon szépen beszakadt, lehetett szomorkodni, de újra elkezdett nőni és emelkedni. Tehát ez az ábra megmutatja a válságok tanulságát is, és nem ragozom tovább, mindenki leolvashatja belőle azt, hogy ez mit jelent számára. Hát én azt olvasom ki ebből, hogy akkor független attól, hogy válság következik-e vagy sem, mindenképpen érdemes megtakarítani, aztán ha esetleg lejjebb kerülnek az árfolyamok, akkor ezt tulajdonképpen a saját javunkra is fordíthatjuk, azáltal, hogy gyakorlatilag olcsóbban tudjuk megvásárolni ugyanazokat a befektetéseket. Szóval emiatt szerintem ne várjon senki azzal, hogy megtakarít. Szerintem száguldunk tovább, mert azt látom, hogy kezd el megtakarítási pszichológia 2015 és 21 között nagyon alacsony a kamat, nem takarítok, meg ajajaj, ez volt az általános probléma. Mindig, de nem, ott érdemi reálkamatokat lehetett elérni. Volt olyan időszak, amikor bankbetéttel infláció fölött 4%-ot lehetett megkeresni, és mindenki szomorú volt, mert csak 5% volt a bankbetéti kamat 1%-os infláció mellett. Nem jó a logika, tehát most mi van? Most túl magas az infláció, úgyis elértéklenedik, és ez alapvetően most nehéz infláció feletti megtakarítást találni, de az, aki megtakarít, biztos, hogy jobban jár, mint aki nem takarít, és hosszú távon korrigálódnak ezek az esetek, és azt mondjuk, hogy van értelme magas infláció mellett is megtakarítani, csak jól kell választani. És egyébként, ha nincs megtakarításunk, az szuper védtelenséget jelent, úgyhogy ezt szerintem alapvetően felejtsük el. Létezőleg rosszabb stratégia, amit csak el lehet képzelni. És akkor milyen, itt hoztál nekünk valami tanulságot, mi van? Igen, ezt már később raktam bele. Mi az, hogy decilis? Mert érthetően, mit jelent? Ez egy magyar-magyar fordítás. Igen, decilis. A magyarra fordítva ezt úgy mondjuk, hogy tized, tehát itt a magyar lakosság van ábrázolva ezen a diagramon, mindjárt mindenki érteni fogja, hogy miről van itt szó. A decilist azt úgy értsétek, hogy egy tized rész, tehát mondjuk a tizedik decilis, a legfelső decilis, ők mondjuk pont nincsenek már rajta az ábrán, mert nem fértek volna ki. Hát foglalkozunk, de nem hiszem, hogy nézik ezt a live-ot. Szóval, hogy a tizedik decilis az a leggazdagabb 10%-nyi magyar ember, körülbelül a leggazdagabb 1 millió magyar. Igen, tehát hogy így lehetne röviden összefoglalni. És akkor ez a Magyar Nemzeti Banknak a felméréséből származik, hogy kék színnel jelölték azt, illetve jelöltük mi, hogy mennyi pénzük van az embereknek, mennyi vagyonuk van nem pénzügyi eszközökben, ez magyarra fordítva körülbelül az ingatlan. A saját lakó ingatlanjuk értékét jelenti, és minden, ami ezen felül van, tehát akár saját banki megtakarítás, állampapírok, részvények, még sajnos a saját vállalkozásoknak a részesedését is ide számolják, ez nyilván egy kicsit megdobja itt a számokat. Nem teljesen pénzügyi jellegű, ugye? Igen. Szóval mennyit ér a Kaktusz BT? Én nem tudom, majd egyszer megkérdezzük az MNB-t, hogy a Kaktusz BT
milyen áron kerül ki, de biztos annak is megvan a módszer, talán saját tőke, nem? Igen, én sem tudom, vagy árbevételből valahogyan. De a lényeg az, hogy itt ez látható, hogy a, mondjuk a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik tizedekbe, vagyoni tizedekbe tartozó magyar háztartások az egyes eszközökben mennyi pénzt tartanak. Mindenkinek nyilván a saját ingatlanja teszi ki a nagyobb részét a vagyonának, ez csak a tizedik tizednél fordulna meg egyébként. Tehát ilyen 32 millió, 25 millió, 40 millió, kb. Ilyen ingatlan árakkal lehet találkozni. Ma Magyarországon ez a kék. És aztán, hogy milyen kiinduló pontban vagyunk, tehát mennyi pénzük van, mennyi tényleges megtakarításuk lehet embereknek, az pedig a piros szám. Így van. És igen, tehát hogy ez az egyik legfájdalmasabb dolog, hogy nagyon sokan tartják készpénzben a saját megtakarításaikat. Elsőprő többsége mondta azt az embereknek, hogy neki van készpénzben tartott félretett pénze, és ez ilyen magas infláció mellett különösen öngyilkos ötlet, tehát ha csak 13% az infláció, akkor 10 millió forint jövőre ilyenkor már csak 8,8 millió forintot fog érni. Úgyhogy ugyanazt akarjuk megvenni, mint igen, ma. Igen, igen. Tehát, hogy nagyon durván veszít az értékéből a pénz. Úgy emlékszem egyébként, hogy olyan 6-7 ezer milliárd forint között van a magyar háztartásoknak a konkrétan készpénzben, vagy folyószámlán hasznosítás nélkül álló pénze, ami cashnek tekinthető. Igen, hát ők mindannyian elbukják ezt a 13%-os inflációt. És egyébként az állampapírokig, ami tényleg a legbiztonságosabbnak mondható, legegyszerűbb, nem is olyan rossz kamatot fizető befektetés, hát ez pedig a háztartások 9%-a gondolta úgy, hogy helyet ad neki a portfóliójában. Ennél egy picivel népszerűbbek a nyugdíjcélú megtakarítások, illetve életbiztosítások, 18% mondta azt, hogy van ilyenje. Oké. És akkor érkezett, Zsuzsától érkezett egy kérdés, aha, hogy a hosszú távú osztalék alapon felépített portfóliót hazavágja az USA-magyar adóegyezménynek a borulása, lehet-e még reménykedni? Ugye ez alapvetően, ez nagyon komplex, hiszen az USA azért lép ebbe az irányba, mert hogy Magyarország nem akarja elfogadni a globális minimumadó egyezményt, és ez egy ilyen válaszlépés részéről. Az, hogy a globális minimumadó és Magyarország álláspontja hogyan fog összecsiszolódni, vagy nem, azt nem tudjuk, nyilván erre a kérdésre is kihalt. Azt kell mondanom Zsuzsának sajnos, hogy túl kérdeztetek, ez mély politikai involvációt jelent, és hát az a helyzet, hogy vannak olyan dolgok, amikhez nem értünk, és ez ide hát egy vagy túlfeszíteni a mai témáinknak a keretét, de egy csomót lehet erről olvasni. Az osztalékportfóliókkal egyébként már csak azért is érdemes vigyázni, mert a jelenleg nagyon drágulnak a költségek, ugye az extra profitadóknak köszönhetően, vagy ezeknek a hatására. Most néhány befektetési szolgáltató újra gondolta az árazási stratégiáját, és ez többek között az osztalékportfóliókra is negatív hatással van. Ez a megtakarításnak a költség gondolat, még egyszer a kockázatot, a várható hozamot, és a költségeket kell áttekinteni, hogyha döntünk valamiről. Igen, okay. Nem lennék most a magyar megtakarítók helyében, de hát a magyar megtakarítók helyében vagyok, úgyhogy... Okay. És akkor nézzük, mennyit kell megtakarítanom. Magyarok megtakarítása a jövedelem százalékában, ez nagyon fontos, és akkor azt nézzétek meg, hogy ez azt jelenti, hogy 2008-ban 3,4%-ot takarított meg a magyar lakosság a jövedelmére vetítve. Hát ott utána jött egy szomorú időszak, ahol a devizahitelválság, stb. Mindenki emlékszik rá, ez nem volt egy szép időszak, és ennek az lett a következménye, hogy elkezdtünk megtakarítani. És a 2018-ra, 10 év alatt megnőtt, közel a jövedelmünk 11%-át tettük félre az adott évben országos átlagban. Hát ugye, és akkor... Az már tök jó lenne egyébként, igen. Tehát én örülnék annak, hogyha mindenki csak 10%-ot félretenne a jövedelméből. Igen, de utána jött a habzsidőzsi időszaka, minden olcsó, és akkor úgy elkezdtünk fogyasztani, és ezért ez elkezdett csökkenni. Magyarul ennek csak egy tanulsága van, hogyha mindig a negatív válságkörnyezet hozza el a megtakarítás, az, hogy én mennyit takarítok meg a jövedelembe, az elkezd emelkedni, amikor pedig minden rózsaszín, akkor pedig kevesebbet takarítunk meg.
Hát az a helyzet, hogy pont fordítva kellene, hogy legyen. Akkor kellene jobban megtakarítani, amikor azt érezzük, hogy habzsidőzsi van, mert akkor könnyebben tudunk megtakarítani, és amikor válság és nehéz környezetben vagyunk, akkor tudnánk kompenzálni a korábbi megtakarításainkkal. Ez csak egy kis érdekesség, alapvetően az a mondásunk, hogy érdemes legalább az éves jövedelmünknek a 15%-át félretenni. Ne értse senki félre, de nem szeretnénk megint politikába belemenni. Tehát aki nem a társadalom hátrányos helyzeteibe tartozik, igen, ott nem lehet, egyszerűen nem lehet megoldani, hogy megtakarítsuk a jövedelmünk 15%-át, ott nem lehet. Igen, azt mondjuk, sajnos, hogyha normál keresettel rendelkezünk, akkor viszont kell. És én csak egy példát mondok, az elmúlt években masszívan emelkedett általában a jövedelem szintünk, és végig lehet gondolni, hogy mennyit emelkedett a mi fizetésünk, és hogy ebből mennyit takarítottunk meg, vagy mennyit nem, és mindenki az ilyen házi feladatnak. És akkor mennyit takarítsunk meg, nagyon fontos hüvelykúj szabály, hogy vésztartalékkal kell rendelkeznünk, hogy ne legyünk teljesen vételenek, és ez a havi jövedelmünk 3-6-szorosa kellene, hogy legyen. Tehát akkor ezt mindenki kiszámíthatja saját magának, hogyha én mondjuk 300 ezer forintot költök egy hónap alatt, akkor nem, nekem... Nem, jövedelem, nem a költés, aha, a jövedelem. A saját havi jövedelmem akkor legyen 300 ezer forint, akkor ennek a triplája, vagy ennek a 6-szorosa kéne legyen vésztartalék, ami ugye zéró, illetve alacsony kockázatú befektetésekbe kerüljön. Igen. Ugye miért kerüljön alacsony kockázatú befektetés? Mert bármikor hozzáférhetőnek kell lenni. Hiszen nem tudjuk, hogy mikor, jó, most picit látjuk, hogy azért most már rosszabb időszak jön, tehát most látható. De hogyha éppen süt a nap, akkor nem tudjuk, hogy mikor fog bekövetkezni, de akkor is érdemes, hogy alacsony a vésztartalékunkat alacsonyabb kockázatú befektetésben tartani. Oké, okay, hogyha ingatlanra, autóra, ugye alapvető egzisztenciális dolgoknak a finanszírozásába gondolkozunk, ott cél az, hogy legalább érjük el a tervezett vásárlási érték 25%-át. Itt már felmehetünk, attól függ, hogy milyen időtávon gyűjtjük össze ezt a pénzt, elmehetünk közepes kockázatig. És utána, hogyha hosszú távú megtakarítás, ami a nyugdíj cél, vagy a gyerekeinknek a támogatása van benne, ott ez nagyon hosszú, 10 éven is túlnyúló történetről beszélünk, itt már lehet a közepestől a nagy kockázatig is elmenni, hiszen a kockázattal a várható hozamunk is nő, ha nem rontjuk el, és ennek megfelelően cselekszünk. Uh-huh. Oké, és akkor mikor kezdjük el a megtakarítást? Bucsi, már megint csináltam valami irgalmatlan bonyolult táblát, fordítsuk le ezt magyarra. Persze, igen, elég sok minden rá lett zsúfolva. Az a legfontosabb, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor kezdi el valaki a megtakarítást, ugyanis létezik a kamatos kamatnak a fantasztikus matematikai jelensége, és hogyha ezt valaki jól ki tudja használni, talán Albert Einsteinnek van tulajdonítva ez a mondás, biztos, hogy nem ő mondta, ez így szokott lenni, de hogy ő azt mondta, hogy a világ 8. csodája a kamatos kamat. És hogy erről próbáltam itt egy pici szemléltetést nyújtani. Itt egy olyan embert kell elképzelnünk, aki 28 éven keresztül takarít meg, ezek az évek vannak itt a tengelyen alul felsorakoztatva, és azt mérjük, hogy mikorra éri el az bizonyos mérföldkövet. Jó, tehát havi 30 ezer forint megtakarítás, jól látom? Így van, ő havi 30 ezer forinttal kezdi, ez Magyarországon egy ilyen teljesen reális, talán ilyen átlagosnak mondható, annál picit több, de mondjuk az átlagos közelében lévő megtakarítási összeg, leginkább nyugdíj célú megtakarításokra, vagy egyéb hosszú távú életbiztosításokra kell itt gondolni, és akkor én egy ilyen bőkező 7%-os éves hozamot ítéltem meg neki, és azt láthatjuk, hogy nagyon gyorsan elkezd gyűlni a pénz, illetve az elején egy picit türelmesebbnek kell lennie, 6 év, 4 év, 3 év, ennyi idő, amíg összegyűlnek a következő 3 milliós kis csomagok, de aztán, ha már elérte az első 15 millió forintot, ez a 20 év környékén van, akkor utána nagyon gyorsan beindul a kamatos kamat hatásának köszönhetően. De fordítsuk le, tehát magyarul 20 év kell ahhoz, hogy elérjünk 15 millió forintot, és ahhoz, hogy ez megduplázódjon és elérjük a 30-at, ahhoz már csak 8 év kell. Igen, tehát a végén bedurvult, tehát nagyon-nagyon gyorsan tud gyűlni a pénz, hogyha valaki ezt korán elkezdte. Jó, és akkor itt akkor ebben a számításban nem arról van szó, hogy emeled a... Tehát itt nincs itt semmi. Fix havi 30 ezer forint, igen. 28 éven keresztül, a 27. évben is. Uh-huh. Itt nincs semmi növelés, mindvégig 30 ezeret tesz félre. Ez annyira egyébként nem egy jó ötlet, tehát jobb, hogyha valaki az idő elteltével apránként növelni tudja a megtakarítását. Okay.
És hát nagyon durva, hogy mit okoz a késlekedés. Ugye szoktuk azt mondani, hogy most nem kezdem el a megtakarítást, inkább várok vele 1-2-3-4-5 évet. Nem szabad beleesni ebbe a csapdába, ugyanis, hogyha valaki csak 14 évet késlekedik, tehát most a 28 éves időtávnak csak a második felében jut eszébe, hogy félre kéne tenni, akkor ugyanazt a 30 milliós célt ő már nyilvánvalóan nem fogja tudni elérni havi 30 ezer forint megtakarításból. Te bocs, tehát hogyha nyugdíjig már nem 28 évünk van hátra, hanem csak 14, akkor azt mondod, hogy 104 ezer forintot kell havonta félretenni, hogy ugyanazt a 30 milliót elérjük. Így van, hát havi 100. Több mint havi 104 ezer forintot, ez azt jelenti, hogy több mint a háromszorosát kell félretennünk, pedig fele idő. Pedig csak fele az idő. Tehát nem az van, hogy fele idő van, tehát akkor dupláját tegyük félre. Igen. És azért ennél talán egy fokkal reálisabb számítás, de még az is nagyon nadrágszi összehúzós. Valószínűleg, hogyha valaki azt mondja, hogy ha nem is 30 ezer forinttal, de 60 ezer forinttal lehet tudja kezdeni 14 éven keresztül vinni ezt a megtakarítást, viszont ebben az esetben az ő lejárati összege az már a közelében nem lesz a 30 milliónak, hanem csak 17 millió forintja fog összegyűlni. Úgyhogy nagyon érdemes korán elkezdeni a megtakarítást. Itt az is lesz a következő dolog egyébként, hogy mennyi hány éves korban érdemes elkezdeni az ilyen hosszú távú megtakarításokat, például nyugdíjt, és én azt mondom, hogy ennek a 30-as években van az optimális ideje. Mármint nem az 1930-as években, hanem hogy a 30 éves életkor betöltése után ennek szerintem már prioritásnak kellene lennie. Nekem is csak ennyi kifogásom van, hogy én miért nem kezdtem még el, de érdemes elkezdeni viszonylag fiatalon, mert akkor az ember a saját javára tudja fordítani a kamatos kamat hatását. Oké. Akkor kicsit forintozzunk, forint, euró, dollár, miben tartsuk a pénzt, mi történik mégis a forint gyengüléssel. Na hát akkor nézzünk először egy kis statisztikát. Az elmúlt 5 évben a forint 30 elvesztett az értéke egyharmadát az euróval szemben. A szürke az a lengyel zloty, a kék a cseh korona. Az elmúlt 5 évben a cseh korona erősödött. Látjátok, mi történt 2 évvel, stb. Ha csak az elmúlt 1 évet nézem, az ugye az YTD, tehát a legutolsó. Nem. Az elmúlt egy évről beszélek még, hogyha az elmúlt 12 hónapról beszélek, akkor 18%-ot gyengült a forintunk, kőkemény konvertibilis devizánk, az 18%-ot gyengélkedett. Nézem a célfotót, de ezt nem lehet szépíteni. Na ez 18%, és egyébként ugye az YTD az pedig az idei évben, tehát 2022-ben is 18%. Jó, most hacsozzak be egyébként gazdaság elemzői terminusban, az egyik Nobel-díjas közgazdás úgy definiálta a devizaválságot, hogy az 15%-nál nagyobb mértékű vezető devizával szembeni gyengülésnél kezdődik, és ezzel a 18-al mi ebbe belenyalókáztunk, hát reméljük, hogy ez csak egy időleges, de hát itt tartunk. Miért gyengül a forint? Ez nem ez a fő témánk, de alapvetően van egy... A fő mutatói az országnak nem térnek el nagyon Csehországtól és Lengyelországtól, alapvetően egyébként az államadósság GDP-hez viszonyított aránya az, ami magasabb, de ez magasabb volt 5 évvel ezelőtt is. Tehát ebben nem nagyon változott, ez a reláció nem változott. Igazság szerint az ország megítélése, az általunk alkalmazott gazdaságpolitikának a megítélése az, ami máshogy esik latba Magyarország esetében, mint mondjuk Lengyelország esetében. Ebben mi nem kívánunk állást foglalni, alapvetően a befektetők úgy látják, hogy Magyarország kockázatosabb, és nem feltétlenül a megfelelő úton jár bizonyos szempontból. Az, hogy a befektetőknek lesz igaza, vagy a gazdaságirányításnak, az pedig majd később ki fog derülni, hogy kiderül, hogy gazdaságirányításnak van igaza, akkor szépen vissza fog erősödni a forint. De van egy nagyon nagy tényező, hogy ugye hiányzik egészen egyszerűen az Európai Uniós forrás a magyar költségvetés számára, hiszen ráfordultunk egy párság közeli időszakra, és itt ugye több mint 7 milliárd euró van az asztalon, amihez nem tudunk hozzányúlni, mert nem történt meg a megállapodás. És akkor itt erről is beszélnénk, hogy mennyi lesz az euró-forint árfolyam a jövőben. A legpontosabb válasz az, hogy senki nem tudja, és hogy egy kicsit pontatlanabban szeretnénk megválaszolni, a megállapodás születik
az EU-s forrásokról, akkor bekövetkezhet egy erősödés, mert alapvetően gazdasági mutatók alapján lehetne erősebb a forint, tehát 363-180 forint közé erősödhet, ha nincs megállapodás, akkor 400 és 430 forint közé. Na akkor lesz-e megállapodás? Én itt megint nem szeretnék politikába nyúlni, de ha egy kicsit kikacsintunk és elolvassuk, hogy mi történik a lengyeleknél, a lengyelek 3 hónappal ezelőtt tartottak ott, hogy aláírták a papírkát, azóta megpróbálják teljesíteni az EU által megfogalmazott elvárásokat, eddig ez éppen nem sikeres. Tehát ők már a megvalósítási szakaszban vannak, és ott egy kicsit akadozik a biciklilánc, tehát az sem mi még alá sem írtuk. Tehát, hogy itt ezzel kapcsolatban egyébként szkeptikus a befektetői megítélés, és ezért van az, hogy 410 forint fölött volt az árfolyam, mielőtt elkezdtük ezt a kis élő adást itt a Facebookon. Lehet, hogy azóta már 500-nál van, most nem néztük. Nem, ez nem volt, ezt visszavesszük. Igen, tehát innentől kezdve, tehát, hogy ez az elsődleges kockázat. Az, hogy a befektetők jól látják-e, hogy ma alacsonyabb a megállapodás valószínűsége, mint két hónappal ezelőtt volt, azt nem tudjuk, ez megint ki fog derülni, a befektetők ítélkeznek, a történelem meg majd ítéletet hirdet. Uh-huh. Oké, ennyit arról. És akkor... Közben, mielőtt tovább mennénk, Mónika kérdezi, hogy ingatlan befektetéssel érdemes-e várni, hogy lejjebb menjenek esetleg az árak, vagy most ugorjon bele az ember egy vásárlásba. Ezt még a vége előtt szerintem próbáljuk meg megválaszolni neki. Oké, rögtön jövünk Mónika ingatlanos kérdésére, csak annyi, hogy befejeznénk a deviza szempontokat. Tehát az fontos, hogy mire figyeljünk, tehát hogy az átváltásnak van egy költsége. Ha devizában tartjuk a pénzünket, akkor ne készpénz legyen semmiképpen se, és ne álljon a bankszámlánk se tehetetlenül, hanem válaszunk hozzá valamit. Ha devizában gondolkozunk, akkor hogyha nem akarunk magas szintű spekulációt megvalósítani, akkor az alapvető logika, hogy nagy tartalék devizát kell választani, az euró vagy dollár a mai világban, hogyha például svájci frant választunk, annak már van egy spekulatív értéke. Nem fogjuk eltalálni egyébként a devizamozgást, gyakorlatilag lehetetlen, devizában érdemes kiegyensúlyozottan mozogni. És stratégiai kérdés. A stratégiai kérdés az azt jelenti, hogy nem akkor kell eldöntenünk, hogy forint vagy euró, amikor újra azt olvassuk a hírekben, hogy hatalmasat gyengült a forint, hanem azt előre kell eldönteni, hogy különösen nagyobb összegeknél előre kell eldönteni, hogy én úgy gondolom, hogy a pénzemnek X részét tartom forintban, Y részét euróban, maradékot pedig dollárban. Ezt érdemes kiegyensúlyozni. Nem fogjuk eltalálni a devizárfolyamokat. Aki előre gondolkozott, az most éppen nyerő pozícióban van. Mm. És talán ennyi lett volna, és hagyd térjek át akkor Mónikának az ingatlanos kérdésére, érdemes-e most venni. Kicsit újra csomagolom, hadd csomagoljam újra Mónika elnézést a kérdést. Infláció van, az inflációtól megvéd az ingatlan. Én azt gondolom, hogy az ingatlanba vetett hit az szintén kezd ilyen kriptó jellegű lenni, vallási alapon közelíti mindenki, hogy olyan szinten emelkedik. Elfelejtjük, hogy az ingatlannak is van kockázata. Ehhez talán így nem, az ingatlannak van kockázata, és azt gondolom, hogy ha saját magunk részére vásárolunk, tehát abba szeretnénk élni, akkor ezt meg kell venni, valószínűleg olcsóbb nem lesz, viszont azt gondoljuk, hogy az ingatlan piac elsősorban úgy fog átalakulni, átárazódni, ilyen csúnyán fogalmazva, hogy az infláció mértékét nem fogja elérni az ár emelkedés, az ár változás, tehát reál értelemben fog csökkenni az ár, nem pedig az ár cédula fog lejjebb menni. Ennyi. Tehát aki nem befektetési céllal veszi, hanem saját maga, annak érdemes megvenni, mert nem fog érdemben változni, illetve az, ami fontos, különösen, hogyha hitelt szeretne felvenni hozzá, akkor a kamatszint még mindig felfele megy az infláció. Tehát az infláció tetejét egyébként, mert erről nem beszéltünk, uh-huh. Az infláció tetejét ma reálisan 19-18% körülire teszik a hazai elemzők. Virág Barnabás azt hiszem 20%-ot is mondott talán. Igen.
Tehát, muszáj hogy... volt közbeszólnom, bocsánat, nem írtam ki. Igen. Tehát, hogy ez egy súlyos. Tehát még fölfele megy. Ez hozza magával azt, hogy a hitelkamatok is elkerülhetetlenül mennek fölfele. Tehát, aki úgy vásárol magának lakhatási célra, hogy hitelt is igénybe szeretne venni, a hitel drágább lesz. Ergo, ha kivár, akkor a finanszírozási oldalon rosszabbul fog járni. Talán ennyi lett volna, nem szeretnénk így nagyon, ha nem szeretnénk nagyon ingatlanos bugyrokba tovább merülni. Közben egyébként a stáb az jelezte nekünk, hogy kicsit előre dolgoztak, és Mónikának már belinkelték kommentben az előző live videónkat. Úgyhogy ott egy, hát nem is tudom, az milyen hosszú volt, Balázs ott. Szerintem az is egy ilyen 60-70 perc lehetett, tehát is körülbelül ennyi, tehát már kommentben is megtaláltuk a választ, és akkor ott részletesebben. Úgyhogy én azt gondolom, még továbbra is biztatnék mindenkit, hogy kérdezzen, még van itt egy bónusz ábránk, és ezért szeretnénk azt is, hogy tudjatok erről, hogy alapvetően mi azért vagyunk, ha pénzügyi kérdésed van, akkor a bankmonitor. Bankmonitorhoz fordulj, azért vagyunk, hogy az adott helyzetben megtaláljuk a számotokra legjobb megoldást. Mi az egész bankpiaccal együtt dolgozunk, több mint 40 bank és pénzügyi szolgáltató termékei vannak szupermarket jelleggel nálunk. Mi megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy rámutassunk arra, hogy melyik a jó megoldás. És ezzel nagyon sok pénzt és időt lehet megtakarítani, és mi nem csak rámutatunk, hanem azt a bonyolult herce-hurcát, hogy hogyan fogjátok azt megkapni, ott is szépen segítünk nektek. Úgyhogy itt néhány darab láttok, hogy több, nem is tudom. Kitettünk magunkért. Rendesen felpolíroztuk a bankmonitort, de ez mind megállja a helyét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért álszerénynek sem szabad lenni. Igen, fölösleges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy körülbelül bankmonitor.hu, rengeteg kalkulátor, számoljatok velünk, fogunk még érkezni élőadással, YouTube csatornával, olvassátok Bulcsú cikkeit. TikTokon is jelen vagyunk újabban, tehát tényleg minden létező platformon lehet minket követni. Okay. Kivéve az utcán, ott ne kövessetek minket. Nagyon jó. Oké, és nem tudom, van még szerinted, amit el tudunk mondani? Én azt hiszem, hogy mennyiért? Igen, már több mint 70 perce beszélünk. Szerintem nagyon combos volt és informatív ez a live. Azt nézem, hogy igazából a kommenteket is majd, hogy nem mind megválaszoltuk. Jó, hát ugye kollégáktól szűrve kapni, de... Valaki még kérdezi, hogy mikorra várható, hogy csökken az infláció. Ugye, én azt gondolom, ez egy jó kérdés, ez egy... Van egy bankmonitor napszemünk, ezt hagyj válaszolja meg ebbe. Tehát Én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évnek az a tanulsága, hogy egészen egyszerűen minden nagy jegybank, MNB, Európai Központi Bank, Amerikai Jegybank benézte, hogy mennyi az infláció. Mennyi lesz az infláció? Ergo az inflációval kapcsolatos tisztánlátás van nagyon-nagyon alacsony. De ettől függetlenül elmondom, hogy az a várakozásuk, hogy 2023-ban megcsökkenni fog. Igen, és ugye ahogy az lenni szokott, hogy általában olyan hosszú időtávra, amikorra már senki nem lát el, oda mindenki azt mondja, hogy hát igazából ő várja azt, hogy a Nemzeti Banknak a célja környékén fog stabilizálódni az infláció, ugye ez esetünkben mondjuk ilyen 2024-25, addigra igazából bármi előfordulhat, még igen, az is, hogy... De tudod, magyarul a tisztánlátás a mai körülmények között borzasztóan nehéz, egyszerre van jelen egy nagyon durva háborús környezet, egyszerre van jelen ezzel összefüggésben nem függetlenül egy energiaválság, az élelmiszerpiacokat megborította szintén ez a helyzet, és mindennek a tetején ott csücsül egy nagyon durva asszályos időjárás, ami szintén beleharap az inflációba. Nem állunk jól, egészen biztos, hogy lesz csökkenő infláció, csak ma sokkal nehezebb előrejelezni, hogy ez pontosan mikor fog bekövetkezni, és hol lesz az azt megelőző csúcs. Nekem ez egyébként az egyik legfontosabb önmagunktól nyert tanulságunk a beszélgetésből, hogy a csodának tekintett állampapírt sem mindegy, hogy mikor és hogyan vásároljuk meg, hogy ma veszem meg, vagy egy év múlva veszem meg. Ezt kiveséztük rendesen, és az is nagyon fontos tanulság, hogy nem kell attól megijedni, hogyha veszteségünk van, hiszen a várható hozam az a veszteség időpillanatában is hosszú távon az adott várható hozam marad. Majd
tekerjétek vissza a VHS-t, amikor hogy ezt is részletekben. Nem tudom, én lassan igen? Szerintem is. Egyébként visszanézhető lesz az egész videó, ezt azoknak mondjuk, akik esetleg a vége felé tudtak csak bekapcsolódni, szóval röviddel ezután, hogy itt vége van, nem tudom fontosan a Facebooknak az átfutási ideje az mennyi, de hogy holnap például már biztosan fent lesz az egész majdnem másfél órás videó a Facebook oldalunkon, és akkor ott vissza tudjátok nézni, kikockázni, ha esetleg valahonnan gyorsan elkattintottunk, és aztán ha még mindig maradt kérdésetek, akkor legrosszabb esetben megérkezett a lepke a vállamra. Legrosszabb esetben e-mailben fel tudjátok venni velünk a kapcsolatot, és akkor ott is igyekszünk válaszolni minden megkeresésre. Oké, akkor sziasztok, köszönjük, hogy velünk voltatok, számoljatok velünk, használjátok a bankmonitort, sztár vendégünk Malacka is elköszön, gazdagodjon nálatok a Malacka, legyen több pénzetek, döntsetek jó pénzügyileg, nézzétek az adásainkat, jövünk még, és bízunk benne, hogy ez is hasznos volt. Sziasztok! És most megpróbálok, ez lesz a legnehezebb, megpróbálok lecsatlakozni az élő adásunkról, remélem, hogy sikerül. Biztos sikerülni fog. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Hajrá, köszi, búcsú. Köszi mindenki. Sziasztok!